Volodymyr Zelenszky szombaton egynapos látogatásra érkezett Rómába. Programját Sergio Mattarella államfőnél kezdte, ahol Ukrajna elnöke kijelentette, hogy Olaszország a jó oldalon áll. Matarella hazája maradéktalan támogatásáról biztosította Zelenszkét, ami katonai, pénzügyi és a humanitárius segítséget jelenti, valamint az ország újjáépítését rövid és hosszú távon. Nem csak Ukrajna függetlensége és területi integritása forog kockán, hanem a népek szabadsága és a világ rendje is, hangoztatta Sergio Matarella. Ezt követően az ukrán államfő Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszélést, majd közösen tartottak sajtótájékoztatót. Zelenszkij arra kérte az Európai Uniót és a nato hogy gyorsítsa fel hazája felvételét. Köszönetet mondott az olaszoknak és kormányuknak az ukrajnai menekültek, családok és gyermekek befogadásáért. Zelenszkij hangsúlyozta a Kijev által kidolgozott 10 pontos béketerv célja, a háború megállítása és Európa biztonságának garantálása. Kifejtette, hogy Georgia Mell katonai biztonsági kérdéseket is érintettek, és Kiev fontos döntést vár légvédelme megerősítése érdekében. Volodymyr Zelenszky látogatásának harmadik állomása Rómában a Ferenc pápával való találkozó volt. A négysem közti megbeszélés után a Szent Széki államtitkárság képviseletében a külügyekért felelős Paul Richard Geleger érsek is csatlakozott a megbeszéléshez. A Szentszéki sajtóközpont vezetőjének közleménye szerint Ferenc pápa biztosította az ukrán elnököt afelől, hogy folyamatosan imádkozik. Emlékeztette arra, hogy a háború tavaly februári kitörése óta számos nyilvános felhívást tett, és az Úr közbenjárását kéri a békéért. Egyetértettek abban, hogy szükség van a lakosságot segítő humanitárius erőfeszítések folytatására. Szó szóval volt két oldalú kérdésekről, egyebek között Ukrajna katolikus egyháza életéről is. Volodymyr Zelenszky Twitter fiókjában számolt be a Ferenc pápával tartott találkozójáról. Elmondta, arra kérte a Szentatyát, hogy csatlakozzon a béketerv elindításához. Beszámolt neki a több tízezer deportált ukrán gyermekről és hazatérésük érdekében tett erőfeszítésekről is. Mint írta, arra kérte Ferenc pápát, hogy ítélje el az Ukrajnában elkövetett háborús bűncselekményeket, miután nem lehet egyenlőséget tenni. Lenni, áldozat és agresszor között. A háború kirobbanása óta ez volt az első alkalom, hogy Volodymyr Zelenszky találkozott a katolikus egyházfővel.